Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Most egy ilyen Microsoft Natural Kejbárdot fogok nektek bemutatni kombó egérrel. És itt ugye az az érdekessége a dolgoknak, hogy leválasztották a klaviatúráról a számkombinációs billentyűzetet, aminek nem mindenki örül. Na nézzük, mit tartalmaz a csomag, és a dobozt kibontom. A doboz hátulján is leírások találhatóak. Mintha nem is tudom, ezt leírás nélkül nem is lehetne megcsinálni. Na mindegy. Az originált egyébként még soha nem volt használva. Vizsgálja kapcsolni. Ez mágneses. Ezek a gumik úgyis le fognak esni majd pár élen belül. Ezt most megint magamnak vettem. A régi klaviatúra, ez körülbelül egy ilyen 5 éves. Így néz ki. Mindennapos használat mellett. De mindenkinek ajánlom az ilyen klaviatúrát, mert ezen vakon meg lehet tanulni gépelni. A doboz tartalmaz még leírásokat, rengeteg leírást. Ez szerintem abszolút felesleges és kis a gombom. És tartalmaz ezt a csukló merevítőt, ezt sem használjuk soha. Most nézzük ezt az egeret. Az egérnél is itt van egy ilyen mágneses egyébként, tehát nem klikkes, hanem mágneses. Úgy is be ezt kapcsolva. Tapintása nagyon jó. Itt az a probléma ebben az egérrel, hogy nincsen előre meg visszagomb. Hát a visszagomb az itt van egyébként, de olyan bent van és olyan kényelmetlen, hogy hát szükség. Maga a görgő az akadozik, tehát ugye akadozik, lehet érezni, hogy tak, de nem szabad futású. Ennyit akad. Nézzük ezt a kis klaviatúrát. Ez tök jó csomagolás. Hát ezek kommunikálnak egymással. És ezzel lehet, majd meglátjuk, hogy lehet megszeretni, majd kommentbe beírom.